A FM közéleti magazinja minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között. A házigazda Somodi Solymos Eszter. Szép napot kívánok mindenkinek, vasárnap délelőtt 9 óra után. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és adásban van velem dr. Mészáros György. Köszöntelek! Szép jó napot a hallgatóknak és Paksváros népének. Titulus direkt nem mondtam, mert annyi minden vagy egy az egyben, hogy nem mertem én egyet kiválasztani. Hogyan is helyezünk el téged itt a térben a paksiak számára? Mi az, amit kiemelnél? Hát ha szerény lennék már pedig egy műsorban, ez ugye alapelvárás, akkor a régiós feladatommal a Paks 2 ZRT elnökségével kezdeném. Amúgy tanítok az egyetemen. Itt-ott szaktanács adóskodom, és ezen kívül élem az életemet boldogan és elégedetten. Ez nagyon tetszik, mert annyira röviden tudtad összefoglalni, de hogyha valaki megfogná az ön életrajzodat, akkor több oldalt tartanak kezében. Akkor még azért azt fűzzük hozzá, hogy a végzettséged elsősorban vegyész volt, igaz? Így van, vegyész vagyok, és az orvos egyetemen oktattam, rossz is összeszámolni, 42 éveim máron. És emellett ugye 90-ben elszólított a politika, gazdaság, élet, és onnan ered az életrajzomnak a húzósabb része, a szerényebb az az egyetemé, mert azért ott is futottam a kürjeimet, habilitáltam, kandidáltam, minden egyebet csináltam, voltak kutató csapataim, nagy pályázatokat nyertem, tehát itt is elmondhatom, hogy egy szerencsés ember voltam, sikeres szót, remélem, hogy mások fogják rám használni. Hát akkor azt hiszem, hogy érdekes beszélgetés elé nézünk. Délelőtt 10 óráig leszünk adásban, és azt készülhetünk, mert lehet, hogy nem lesz elég a műsoridőnk. Hamarosan kezdjük is a beszélgetést. Ezt még egyszer. Adásban. Vendégem dr. Mészáros György, és az imént már akkor úgy elkezdtük valahogy boncolgatni, hogy mi mindennel is foglalkoztál, és hát azért említsük meg, hogy a Paksi Atomerőmű életében is két évet teljesítettél, ott is ugye az igazgatóság elnöke voltál 2000-től 2002-ig. Mennyire tűnik ez távolinak most itt a jelenben? Hát ha a naptárt tekintjük, akkor elég messze volt, ha azt nézzük, hogy amíg még most is végigmegyek mondjuk a város napján, és nyakamba omlanak ismerősök, akik emlegetik azt, hogy 10 valahány évvel ezelőtt emlékszel le az udvaron, amikor, akkor nem tűnik olyan messzinek. Meg azért sem tűnik olyan messzinek, mert amikor ugye kirúgtam magam Paksról, ezt úgy kell érteni, hogy én voltam a közgyűlés leözető elnöke, én hoztam meg a határozatot, és én közbesítettem magamnak, akkor én Legalább tíz évig szorgosan figyeltem, hogy mi történik itt, és az akkori Gyurcsány, Megyesi kormánynál sűrűn aggódtam írásban, néha valamelyes befolyást is értem el. Tehát, eh, ahogy akkor a búcsomban mondtam, a funkciómat itt hagyom, de a lelkemet azt pláne itt hagyom, és ennek megfelelően fogok figyelni a továbbiakban is. Olyannyira, hogy amikor ide megérkeztél hozzánk, akkor pont nosztalgiáztunk, hogy körülbelül talán 2005-ben vendégeskedtél egy műsor erejéig itt a rádióban, akkor még a Fortuna Rádió égisze alatt, és ott úgy is zártad a beszélgetést, hogy, hogy hát azért úgy visszatérnél, mert van itt mit tenni, és az erőmű építés kapcsán is már pedzegettétek, hogy szükség lesz erre, és jé, itt, van a jelen, és tényleg szükség van az atomerőmű építés, és hát most is ezen dolgoztok. Milyen érzési így, ebben az értelemben visszatérni. 2017 óta lettél a Paks 2 ZRT elnök igazgatója? Nem vezérigazgatója, a az elnöke. Nem halmozom a rangokat. <gül> <gül> így van. Milyen volt akkor 2017-ben újra érzékelni azt, hogy újra lesz feladat tenni való ezzel kapcsolatban? Hát egyrészt nagyon jó volt, mert ugye az ember életében valamiket elkezdett, és azok a valamik, amikor teljesülnek, az egy jó érzés hiszen amikor én idejöttem Paks egy elnöknek, akkor a zsákomba hoztam az élettartam hosszabbítást, ami most üzemidő hosszabbítás szintjén fut, és erre már akkor büszke voltam. Másik, amit akkor nagyon szerettek, hogy egyesek szívében kiszervedési tervek voltak, és ugye a munkahelyüket féltő paksi dolgozók rendkívül kedvelték azt a nyitó mondatomat, hogy kiszervezést egy frászt. És utána ezt kisfejtettem, fejtettem, aztán a vezetők személycseréje pedig végleg egyértelművé tette, hogy ez az elképzelés ettől kezdve nem nyert kategóriába tartozik. És amikor idejöttem újra, akkor ez egyrészt nosztalgikus volt, másrészt a feladat az egyben hasonlós, egyben nem Paks egy esetében üzemeltetni kellett, karbantartani kellett, áramot kellett termelni atomenergetika népszerűségét kellett fenntartani, tehát egy üzemelő erőmű dolgai és feladatai hárultak ránk. Itt pedig egy project management cég ez, amelyik egy hatalmas projektet majd felépít, és ezt segíti a project management eszközeivel. Nem üzemeltet, majd fog. A saját tudásod alapján hogyan érzékeled, melyik volt nagyobb Munka, nagyobb uh, tudást, melyik igényelt részedről? Hát azt gondolom, hogy ez a második, tehát ugye a PAKS 2, mert hogy ez egy teljesen unikális feladat. Az EU-ban még orosz erőmű nem épült, ennek megfelelően mind az EU kompatibilitást, mind jogszabályilag, mind szabványilag biztosítani kell, a biztonságra törekvés a legfőbb eszköz, és ezen kívül együtt kell működni az oroszokkal, amely együttműködés elég gyümölcsözőnek tűnik, de két kultúra és két szokás jog összefésülése olykor némi időben, és mondjuk az, hogy empátiában tud csak megvalósulni. Élen járni mindig nagyon nehéz feladat, és talán az atomerőművek atomenergetika kérdés, mindig te is szoktad mondani egy ilyen misztikum lengi körbe. Talán ahhoz tudom hasonlítani, hogy ahogy biztos tapasztaltad az életed során biokémia, és társait, hogyha úgy pufogtatja az ember, akkor az átlagember azt se tudja, hogy mire gondoljon, hiszen nincs megfelelő ismerete az adott tudomány terén. Te hogyan tapasztalod ezt lehet a kettőt ilyen téren összehasonlítani, hogy talán azért van ekkora misztikum körülöttem, mert nincs megfelelő. Tudása a társadalomnak? Hát egyrészt biztosan nincs a társadalomnak tudása, nem is lenne elvárható, hiszen a társadalom nagy hányada nem atomfizikus, vagy sugárbiológus, vagy ilyesmi. Másrészt pedig ez a misztikum onnan is ered, hogy ugye egyrészt a, volt egy-két olyan esemény, ami kapcsán az aggodalom a lelkekbe költözött, másrészt pedig pont a misztikum miatt, hiszen ha egy atomerőművet gondosan a szabályoknak megfelelően működtetnek, jó a vezetése, jók a dolgozók, akkor bármely kockázat elhanyagolható 10-16-on valószínűséggel szabadna előfordulni egy eseménynek, amely, aki a matematikában jártas, az valamilyen százezer milliárd 你爱吃。 Hát ez nagyon érdekes, amit mondasz, és nyilván ez nagyon fontos tényleg az, hogy a mai fiataljaink és az új generáció milyen ismerettel fog a jövőben rendelkezni, hiszen majd ők fognak dönteni ezzel kapcsolatban, és ők döntik azt el, hogy mennyire állnak ki emellett, mert akik régóta dolgoznak a szakmában, tudják, hogy ez nagyon fontos. De hát, mint oktató is tudsz majd nekünk ezzel kapcsolatban nyilatkozni, hogy milyenek a mai diákok, de akkor azt hiszem, hogy ezt egy kis szünetet követően fogjuk kifejteni. Innen folytatjuk. Adásban. A Paks 2 igazgatóságának elnöke, dr. Mészáros György a vendégem, és hát ott hagytuk az imént abba, hogy mennyire fontos a fiatalok ismerete és tudása, és oktatóként is dolgozol. Igaz, más témában oktatsz, de mit tapasztalsz a mai fiatalokat, mennyire könnyű, ismere, megfelelő ismerettel ellátni? Hát egyrészt nagyon könnyű, az internet korában gyakorlatilag ezen lógnak egész nap, engem is beleértve természetesen tehát az információk özön ne érje el őket. Másrészt ugye egy picit túl misztifikált ez az atomerőmű probléma, hiszen az embereknek rendkívül bonyolultan teszik fel a kérdést, amit nem tudnak megválaszolni, pedig úgy kéne föltenni, hogy akarod-e legyen áram az a konnektorban? igen. Akarod-e, hogy háromszor olyan drága legyen, mint most Magyarországon az áram, mondjuk Németországban, vagy a EU átlag és duplája magyar árnak. ha hanem akarod, ha nem akarsz környezetet szennyezni széndiokszid kibocsátással és egyebekkel, akkor ebben a pillanatban ez a reális út. Természetesen a elkötelezett uh, zöldek vagy atomenergia ellenesek olykor megpróbálkoznak mindenféle alternatív források egyedülállóságával érvelni. Ez azonban nem jó. Én is hiszek abban, hogy vegyes portfóliók kell, tehát a szél, nap és minden egyéb, de erre nem lehet bazírozni egy ország ellátását. Különösen akkor nem, mikor Magyarország él abban, hogy a GDP 5% körül nőtt, ehhez ugye ipar kell, az iparnak áram kell, és ha mi itt elkezdenénk kalandor politikát folytatni, és mindenféle egyéb nem kipróbált energiaforrásokra támaszkodni, akkor ki tudja, hogy ez a gazdasággal mit tenne biztos, hogy csökkenne, pedig senkinek nem célja az életutatot szemlélve azért azt elmondhatjuk, hogy sok-sok emberrel találkoztál már, sok-sok mindent megtapasztaltál. Hogyan érzékeled mégis akkor, hol csúszik el az, hogy az emberek megfelelő ismerettel rendelkezzenek? Az oktatás az, ahol esetleg alapvető információkat és tudásokat nem kapnak meg a diákok, mert ha végig gondolom, akkor tulajdonképpen én is simán végez, végezhettem úgy a, a, az intézményekbe, ahova jártam, hogy olyan tényleges információt nem kaptam. Nyilván a fizika, fizika a tantárgyán belül valamilyen szintű tudást átadnak, de egyébként az, hogy, hogy, egy országban mégis hogyan történik az energiaellátás és milyen az ellátottság, azzal kapcsolatban simán végezhetnek úgy diákok és dolgozhatják végig úgy az életüket, hogy nem tudják, hogy hogy is történik ez ma Magyarországon. Ez így van, valamint ugye a bulvárosodó média is szerintem felelős ezért, hiszen a szalagcímek pont azért, hogy többen kattantsanak rá, és ebből ugye több bevétel legyen, tehát az előzlesedett világban ordító meg kellenek, másrészt ugye egyesek élethivatásoknak tekintik azt, hogy összes létező és nem létező argumentumot megtalálják, mások másképp nem érnének el média felületet, ergo akkor itt próbálkoznak, tehát tulajdonképpen ez egy nagy játék, amely játéknak egyetlen szenvedője a közösség, akinek az információkból uh, rendkívül sajátos és egyetlen információk jutnak el, de ez a világon mindenhol így van. Például a feleségem szülésznőgyógyász, és amikor az internet bejött, akkor a szülőnök másfél oldalas listákkal jöttek be, hogy internetről szed, vagy mit szabad, mit nem. És volt olyan, aki például azt mondta, hogy oltsák le a villanyt, amikor kibújik a baba, mert Fény sok éri, és ez szörnyű, tehát társadalom általában szerencsés lenne az információk helyességét is ellenőrizni, vagy nem hagyná magát minden hülyeséggel befolyásolni. Igen, ez valóban így van, érzékeljük mi is, hogy akár egy adott eseményről is nyolcféleképpen tudnak lehozni információt a, a kollégák is. Nem könnyű itt eligazodni. Te hogyan látod, hogyan lehetne ezt mégis jó mederbe terelni? Hát egyrészt jó mederbe van azáltal, hogy a, a pozitív kommunikáció is elhangzik, ugyanakkor az információ gazdagságban és bőségben ki, -ki a csokorból azon virágokat váltja ki, amit hallani akar, tehát aki pronukláris érveket hallani akar, az ott hallgatja, aki antinukláris, az meg ott hallja, és néha levezető járásként még hozzáláncolja magát valamihez, hogy figyelmeket felhívja. Tehát szerintem a mai világban azt elvárni, hogy csak korrekt információ menjen át a hírködő csatornákon szinte lehetetlen. Itt a fogyasztónak, tehát az olvasónak kell válogatni, hogy mit nyit meg és mit nem, minek hisz és minek nem, és természetesen a média vezetői felelősek azért, hogy ezen hírekben az egyensúlyt valahogy megpróbálják megtalálni, szinte lehetetlen feladat, de akkor is meg kell próbálni. A Paks 2 ZRT dolgozói valóban nincsenek könnyű helyzetben, hiszen ha azt tekintjük, hogy a világ előrehaladtával is mennyire nehéz volt azt elfogadtatni, hogy vannak termékek, amik megfoghatóak, ugye azt sokkal könnyebb eladni, és aztán időbe telett, mire rájöttek, hogy a szellemi terméket is értékként lehet eladni. Most jelenleg egy kicsit azt tapasztalom, hogy Paks 1-hez viszonyítva Paks 2 nehezebb helyzetben van, hiszen ez még nem megfogható termék, nehéz elfogadtatni, és nehéz így idézője eladni. Te hogyan látod? Ez egyrészt ugye tényleg majd, ha az építkezés megkezdődik, akkor ez sokkal kézzelfogadóbb lesz. Másrészt viszont én egy darabig voltam az innovációs hivatal elnöke is, és ennek a feladatnak az innovatív tartalma is nagyon vonz, hiszen gyakorlatilag egy orosz erőműből egy EU-kompatibilis erőművet faragunk közös munkával az oroszokkal együtt, ami azt jelenti, hogy rengeteg hozzáadott szellemi érték, és majd ezen szellemi érték pont a tárgyakban, a működő erőműben valósul meg, ami azt jelenti, hogy a később építendő, fölteten Európába is betörő orosz erőművek már a magyar innovációt is tartalmazni fogják, ennek össze előnyével és hasznával együtt. Hát akkor innen az innovatív gondolatoktól folytassuk. Szuszszanjunk egyet, és hamarosan visszatérünk. Adásban. Adásban vendégem, Dr. Mészáros György, és az imént ott tartottunk, hogy az innovatív gondolatok, az innováció, hogyan is lehet ezt itt a Paks 2ZRT esetében értékelni maga az innovációt, hiszen valóban itt most olyan dolgot szeretnének ők véghez vin, amiben első fecskék itt az unión belül, mennyire nehéz feladat. Hát szerintem minden feladat, ha úgy nézzük nehéz, és ha úgy nézzük könnyű. Én inkább a könnyűség oldaláról ragadnám meg, hiszen az eredmények általában inspirálják az embert, már pedig eddig is vannak eredmények is föl, eztán pláne lesznek. Csak a legkézzelfoghatóbb eredmény most Paks 2 akadémia, ami elindult, ami azt jelenti, hogy az országvezető egyetemeinek nagyobb hányadával a PASZ-2 szerződést kötött arra, hogy a szükséges szakembereket képezzék, és majd az üzemeltetéshez folyamatosan a szakemberek rendelkezésre álljanak. Teszik ezt egyrészt azért, mert jól képzett szakember érték és kincs, pont úgy, mint eddig, akik ugye Paks voltak, viszont a Korfa a Paks ben kicsit eltolt az idősebbek felé, sokan mennek nyugdíjba, tehát a steady state az, az állandó állapotot fel kell tartani, képzettségben, szakismeretben, egyebekbe. A másik, ami innováció, amit már mondtam, hogy gyakorlatilag a orosz szabványokat, az orosz jogszabályi kötelmeket eu kompatibilissel tenni, ez egy komoly szellemi kívás, a urak, tehát a munkatársaink erősen dolgoznak ezen, és ott is egy csomó sikerről már beszámolhatnék, pont abban, hogy a dokumentáció, amely az engedélyezéshez kell, készül, másrészt azzal, hogy kb. 300 engedélyünk már megvan, inkluzíve környezetvédelmi engedély is, ami ugye egy relatíve fontos az erőmű életében. Vissza is kanyarodnék erre a munkaerő kérdésre, hiszen ahogy említetted is, Paksegynél is várható nagy kérdés lesz a dolgozók, hogy nagyon sokan nyugdíjba vonulnak, és mi lesz velük később. Olyan értelemben, nem is a nyugdíjasokkal, hanem a paks egyel, hiszen ki fogod dolgozni, és ráadásul még bejön az az újabb tényező, hogy paks kettő is nagyon várja a, dolgozókat. De hogyan látod, hogy ez a probléma, hogyan lehet uh, megoldást, hogyan lehet ebbe találni? A megoldás legalábbis döntés szinten biztosan megvan, persze a pudding próbálja az evés, hiszen a Paks 1 és a Paks 2-es hr vezetők folyamatosan összedolgoznak, és kvázi mindenkinek, aki most Paks 1-ben dolgozik, és majd ha a Paks 1 megfutja az üzemidejét, és 32 és 37 között leáll, zárójel, ha csak nem lesz egy újabb üzemidő hosszabbítás, zárójel bezárva, azok hosszabb távon is láthatják azt, hogy majd az életüket hogy tudják, akkor Paks 2-be folytatni, vagy a paksegy leállítása alatt. Paksegy nevébe értelemszerűen én nem nyilatkoznék, de erre törekszünk pró és kontra, ez pedig a, mind a dolgozók, mind a két erőmű szempontjából rendkívül lényeges kérdés. A Paks 2 Akadémiát te is, és valóban ezt a, az elmúlt heteket is úgymond ez lengte be, hogy lehet nézelődni, lehet gondolkodni, hogy hogyan tovább ki milyen uh, szakon szeretne végezni, és most már ezt is lehet választani. De hogy látod, hogy mekkora lesz az érdeklődés a fiatalok körében? Szerintem nagy azért, mert az energetikába, mind a bérek, mind pedig az egyéb járulékos juttatások vonzóvá tehetik ezt a pályát. A Szemelvesz Egyetemen oktatóként nyilván tapasztalod, hogy milyen nehéz -e az adott hallgatót. A Szemelvesz Egyetemen oktatóként nyilván tapasztalod, hogy milyen nehéz -e az adott hallgatót úgymond bevonzani az egyetembe, és hogy, hogy oda menjen tanulni. Ennek ellenére a PAKS 2 Akadémia esetében itt most hat egyetem, jelenleg legalábbis hat egyetem fogott össze. E, hogyan látod ezt, hogy ezt mennyire volt nekik nehéz e, létrehozni, és úgymond egymást elfogadni, és ne versenytársként nézzenek egymásra? Hát hogy, hogy néznek egymásra, azt nem tudom. Ha a magyar viszonyokat ismerem, akkor azért a versenytárság gondolata sem biztos, hogy távol áll mindenkitől de másrészt ugye, hogy régen mondták a dolgozó népet szolgálom, tehát jelen esetben ezt úgy mondhatnám, hogy a Paks 2-nek, illetve a nukleáris szakmának fontos képzést szolgálom, ennek megvannak az én járulékos hasznaim dotációban, létszámban, fontosságban, kutatási témában, kutatási téma, támogatásban és sok minden egyébben, amitől nekem ez érdekem hiszen tudjuk, ha valaki kimarad valamiből, nehezen hozza be ezt. Most, akik ebbe beleszálltak, azok reményem szerint oda teszik magukat, hogy ezt népiesen mondják, és a hallgatók pedig érdeklődők lesznek, hiszen kevés olyan magyar fiatal van manapság, aki ne tudna racionálisan gondolkodni, különösen, ha ő a jövőjéről kell, hogy döntsön. Itt tehát Föltehetően az érdeklődés is nagy lesz eddig. Ugye műegyetemen néhány nukleáris mérnököt képeztek, ez biztos kevés, ezt is meg kell változtatni. Süli miniszter úr ezt tudja, és a megfelelő kormányzati körökben ennek szószólója is, tehát föltehetően az ő szava az elég lesz arra, hogy létszámban is bővüljön ez a képzés a bérezéseket, jutatásokat tekintve, hogyan látod, mennyire lehet felvenni a versenyt, hiszen most már azért a korábbi évekhez, hogyha viszonyítjuk, akkor nyilván hatalmas volt a, a, a különbség, a fizetések között egy paksi mérnök jóval többet keresett, mint egy budapesti vagy egy másik nagyvárosban élő. Most azért ezek már, ezek a számok közelednek egymáshoz, fenyegeti -e, akkor azt úgy mond, hogy a mérnökök továbbra sem paksot választják, hiszen nekik is vannak családtagjaik, akiknek ugyanúgy el kell helyezkedni, és nem feltétlenül bővelkedik Tolna megye lehetőségekben. Egyrészt Tolna megyében tényleg gyakorlatilag néhány olyan vállalkozás vagy társaság van, amely a létszám nagyobb részét eltartja. Másrészt én hiszek abban, és mindig is hittem abban, hogy maga a feladat érdekessége, a önmegvalósítása, sikerélmény, az én csináltam, az ebből fejlődtem, tanultam valamit, legalább olyan fontos, mint a megélhetés, feltéve nem a mindennapi gondok, hanem mondjuk a jobb élet és a nagyobb lehetőségek és a szakmai kihívások között kell dönteni. Hát akkor felmerül bennem joggal az a kérdés, hogy nyilván téged is valami ide vonzott paks, és valamiért nagyon érdekel ez. Hogyan fogalmaznád össze, hogy mégis akkor teljesen más irányból érkeztél, vegyész, oktató és sorolhatnánk. Mi, 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 mit mondanál, mi, mi, vonzott ide paksra, miért érdemes beleszeretni ebbe a városba? Hát egyrészt ugye apám tolna megyei, tehát itteni szóval tekintve csak részben vagyok gyűjtment, másrészt pedig az egy nagyon fontos dolog, hogy ország energiájának durván 40 át biztosítja jelenleg a Paks 1. Ezt az állapotot fel kell tartani, hiszen ha Paks 1 már nem futhatna tovább, hiszen kifutott az üzemidejét, és nem lenne atomerőmű, ami ugye a kormány bölcs döntése értelmében lesz, akkor az importunk, ami most 35-50 között mozog, az 50 százalék már erősen veszélyes vizeknek tekinthető szerintem, fölmenne akár 80 ra is, tehát ismét az előbb vázolt kérdés érünk oda, hogy akarjuk-e, hogy legyen áram és olcsó áram, hiszen senki ne higgye azt, hogyha mi nem termelnénk meg az áramot, ennek a feltételezés és távol áll tőlem, akkor karitatív módon a környező országok olcsó energiával látnának el minket. Sőt, még az is kérdés, hogy egyáltalán ellátnának-e minket energiával, hiszen szóval Európában ugye egy atomerőmű, vagy akár csak egy hagyományos erőmű építés és nagy investíciót és lassú megtérülést jelent, ami eredményeképpen a tőkebefektetők nem nagyon preferálják ezt. Tehát erősen kifeszített az európai hálózat, és ha egy-két helyen nagyobb kimaradások lennének, akkor nem is tudom, hogy pótolnánk. Erre tipikus példa most Belgium, ahol ugye leállították az atomerőműveket, szomszéd országokból importálják az áramot, a szomszédországok országok kvázi kegyéből élnek, ami azt jelenti, hogy kiszolgáltatottak lesznek, és ha épp áramkimaradás van mondjuk Franciaországban, ahol ugye az atomenergetikával termelik az áramot, akkor a belgák fogják ezt megsínyleni azáltal, hogy nem lesz áram kevesebb, áram lesz drágább, áram lesz valamilyen módon. Tehát a, ahogy régen a parasz ugye önellátásra törekedett egy normális gazda, itt is energia szempontjából erre kell törekednünk, hiszen akkor kevésbé vagyunk kiszolgáltatottak. Tehát akkor ahhoz, hogy valaki ide jöjjön, kell a küldetés, tudod, hogy érezze, hogy ez, ez fontos kérdés. Igen, és e, ezt én mondjuk azt, hogy kicsit komplikáltabban úgy szoktam megfogalmazni, hogy szeretek jót csinálni, szeretek dolgokat megoldani, szeretem azt, hogy sikereim vannak, tehát tulajdonképpen egy ilyen pozitív emóciók vezérelte ember vagyok, és ez a feladatnál pozitívabb emóciót sugárzó, és kínáló feladat nincs, mint a évszázad legnagyobb magyar projektjét, amelyik az ország szempontjából is sorsdöntő és meghatározó vezetni és ebben segítkezni. Ez volt az Ars Hamarosan visszatérünk és folytatjuk. Adás van. Még van pár percünk, úgyhogy talán a zárásként akkor dr. Mészáros Györgyet arról kérdezném, hogyha jól tudom, akkor lobbista céged is volt, ezzel is foglalkoztál. Mennyire fontos a mai világban a lobby tevékenység, hiszen az imént pont azt beszéltük meg, hogy a Paksi Atomerőmű és Paks 2 mennyire fontos az energiállátás tekintetében, mennyire fontos a lobby tevékenység ma Magyarországon? Hát egyrészt lobbyista cégem 20 évvel ezelőtt volt, tehát manapság már nincs, de hiszem azt, hogy a lobbizási tevékenység vagy a korrekt információk átadásának szervezett módja egy fontos dolog, hiszen pont a ugye egyszer, amikor még kezdő politikus voltam, mondta valaki egy súlyosnak félt problémára, hogy tudjátok, ha ezt a csillagok közül nézzük, akkor ez a probléma képernyőn csak egy raster. Tehát a, a problémák súlyának kiemelése a döntések megkönnyítése szempontjából egy jó értelme vett pozitív segítség, információadás, ha akarjuk, ezt akár nevezhetjük pozitív lobbizásnak is fontos, de nem szabad sem elvtelenül csinálni ezt, sem túlzó módon, mert abból baj van. Tehát gyakorlatilag ez a lobbizó tevékenység átalakult most már erősen szakértői tevékenységi, amely háttértanulmányokat készít, amely háttérinformációkat gyűjt, analizál, kockázatot elemez és ilyesmi. Tehát ez nem úgy működik manapság általában, hogy egy kávé mellett leülünk, amint megbeszélünk, bemegy a fontos elvtársad az ember, megbeszéli vele, és másnap ott a határozat. Ez azért megfél csak a fantáziákban létezik, így manapság nem így megy. Ugyanakkor a lobbizás onnan látszik, hogy fontos, hogy Brüsszelben, ha én jól tudom, kb. tízezer cég van, aki különböző módon érdekeket közvetít, segít, tájékoztat, tájékozódik, és részt vesz a döntési folyamatokban valamilyen módon. Tehát ugyanakkor nem szabad ezt lebecsülni sem. Tőlünk nyugatabbra ez teljesen elfogadott, és nálunk ez a szó viszont valamire annyira ijesztő. Mit gondolsz, miért? Hogy miért kötik ehhez a, a rosszabb gondolatokat, hát, vagy hogy nem, nem a, teljesen tiszta ez? A nagy vonalú lennék, azt mondanám, hogy e, e, ugye megint a média áztatta el ezt egy kicsit, illetve talán a magyar lélek is ebbe benne van egy kicsit, aki mondjuk azt, hogy kicsit ilyen sírva vigadósan szemléli a világot, és itt a lobbizásnál a sírás effektus jobban előjön. Másrészt pedig szerintem azért is, mert uh, vannak olyan cégek, amelyek kifelé sokat mutatnak magukból, miközben nem tudnak semmit csinálni. Paks egyes koromba volt, hogy jöttek hozzám, hogy itt ez a szerződés írjuk alá 800 millió, és uh, láttam előző nap fontos emberekkel kávézni, és ugye erre hivatkoztak, én pedig fölhívtam az illető fontos embert, hogy rád hivatkozik, miért teszi ezt, mondta, hogy nem is ismeri. Háromszor kell csinálnom, és sose többet jött. Senki, úgyhogy ennek megfelelően ugyanakkor nagyon sokan, sokkal többet szeretnek önmagukról elhitetni, mint amik. Ennek nem szabad bedőlni. Mi viszont nagyon örülünk annak, hogy itt jártál nálunk, és ezt a Hatalmas tudást, ismeretet, tapasztalatot egy kicsit itt ízlegethettük és hallhattuk, de hát szerintem még számtalan történet, amiről tudnánk beszélni, úgyhogy várunk vissza nagy szeretettel. Köszönöm, én a dicsérő szavak hallatán elpirultam, de ez a rádióban nem látszik, ezért közvetítem. Köszönöm a figyelmet. Vendégen volt Dr. Mészáros György, Paks 2ZRT igazgatóságának elnöke. Köszönöm ismét, hogy eljöttél. Számomra öröm volt. Jövő héten ismét adásban leszünk egy újabb fontos témával. Az elmúlt egy órában Somodi Solymos Esztert hallottátok. Pár perc múlva tíz hírek következnek. További kellemes hétvégét mindenkinek, és tudjátok, maradjatok velünk. Ez volt az adásban.